szabadrugást még megvárják a vendégek. Nincs már Knezevic, úgyhogy ezt Heged is küldheti kapura. Hát elég messzebbről lőtt volt a Ferencvárosnak. Gondolatnánk, hogy akkor ez csupán gyerekjáték lesz az ő számára. Hegedűs, jó is, gól! De milyen gól! Hát ha nem is gyerekjáték, de bomba gól Hegedűstől! A 88. percben másodszor vezet a Puskás Akadémia. Ezúttal nem löbbölt, hanem izomból a jobb alsóba, hatalmas erővel, és talán beleért Antal, de csak beljebb tudta segíteni a labdát.